Köszöntöm nézőinket! Pár hónapos szünet után újra elérhető a mammográfiai szakvizsgálat, és erről fogunk most beszélgetni. Köszöntöm a stúdiónkban Dublinszky Boda Pétert és Elter Istvánt, a SZEI intézmény vezetőjét és helyettesét. Köszönjük szépen, Misa, meghívást! Kezdjük rögtön a mammográfiával, menjünk a legelejéről. Miért fontos a mammográfia? Sőt, menjünk rögtön a mínusz egyedikről, mert ugye az volt a felkomban, hogy több hónapos szünet után ez nem igaz, tehát hogy nem szünetelt a rendelés, csak ami korábban itt helyben történt az a szűrővizsgálat. Most ez átmeneti pár hónapban a második kerületi Kapás utcai rendelőben működő Mamma Egészségügyi ZRT, mint közreműködő látta el a feladatot. Tehát gyakran kapjuk meg ezt a kérdést, hogy nincs mammográfia. Nem, most itt pillanatnyilag helyben nincs, de a hozzánk tartozó, az ellátási területünkbe tartozó Szentendrei járás 13 településének folyamatosan biztosítottuk ezt az ellátást. Tehát azért nem mondjuk ezt a... Erre bocsánat, csak erre érzékenyebbek vagyunk. És ha már magát a szünetelés szóba került, vagy az, hogy... Tehát, hogy azt gondolom, hogy a fejekben az él, hogy akkor, hogyha most szünetel egy adott rendelés, hogy akkor ott most minden reggel sorokban állnak a betegek, és nem jutnak el, de ez nem egy akut ellátás, tehát nem egy sebészeti ellátás, amikor minden nap jönnek a betegek, és ellátjuk. Tehát az ezért fontos hangsúlyozni, hogy a megcélzott korosztályban, akit ez a szűrés igazán érint, 2 évente aktuális a szűrés. Tehát 6 hónapon keresztül nem volt Szentendrén elérhető a szűrés, de mondom még egyszer, második kerületben pedig igen, ami adott esetben például Budakalászról tömegközlekedve közelebb van, vagy ugyanannyi idő alatt érhető el, mint Szentendre. Van olyan, tehát a 3/4-ét az érintett korosztálynak nem is érintette ez az átmeneti időszak, hiszen 2 éven belül, aki 1 éve volt, és 1 év múlva lesz, az nem is tudott róla semmit, úgyhogy, de nem hisztizek tovább, csak ezt a... Jó, ezt tehát szerettem. De kicsit nehezebben volt elérhető, így mondom. Tehát másképp mondjuk budakalásziaknak nem, másképp volt elérhető. Ez a korosztály ugye a 45 és 65 közötti hölgyeket érinti. Mit kell tudni erről a vizsgálatról? Én például tapasztalatból mondom, hogy ismerek olyat, aki fél ettől a vizsgálattól, hiszen ez, ha talán nem is fájdalmasnak, de nem kellemesnek mondható. Hát én azt gondolom, hogy 2 férfiként most így megpróbálunk tapasztalatunk birtokában beszélni, erről nyilván ez nehéz, de ez egy szűrő, tehát azt gondolom, hogy alapvetően a magyar társadalomban kicsit óckodunk attól, nem megyünk el fogorvoshoz, nem megyünk el szűrésre, tehát nem terelném el a választ, de volt egy szűrések éjszakája programunk, melynek keretében számtalan szűrésre lehetett jelentkezni, közte például fogorvosi szűrés, és előre megígértük, hogy nem is lesz az orvosnál eszköz, be kell ülni a székbe, kinyitjuk a szánkat, ő megnézi, és ad egy javaslatot arról, hogy van-e valami elváltozás, azzal mit lehet csinálni, mennyi idő alatt, mert nagyon sokan azért nem mennek el például a fogorvoshoz, mert az sokba kerül, nagyon fáj, és nagyon sokáig tart, és ehhez képest, hogy akkor elmondjuk nekik, hogy nem, mert ez ingyenes, vagy mondjuk nagyon alacsony költséggel elérhető, attól függ, mit támogatunk, 2 alkalom, és nem fog fájni, és 0 darab ember jelent meg ezen a szűrési eseményen, úgyhogy előzetesen lehetett rá jelentkezni. Tehát, hogy nagyon fontos lenne, és itt hívnánk fel mindenki figyelmét, tehát ha tud, menjen szűrésekre, tehát ha kap rá egy behívót, akkor menjen el. Nem azért kell elmenni, mert ez egy jó szórakozás, hanem azért, hogy tegyünk az egészségünkért, előzzük meg a bajt, azért hangsúlyozza, igen. Nem helyettesíthető ez egy ultrahanggal? Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert hogyha ultrahanggal helyettesíthető lenne, akkor nem venne senki 100 millió forintért mammográfiai gépet, hanem 10-ért venne egy ultrahangot, tehát ez logikus, hiszen akkor annak az árából 10 darab ultrahangot ki tudok venni. Magának a célvizsgálat, tehát ha itt már szóba került, ez több honlapon is elérhető, ugye az emlőnek az enyhe nyomásával, tehát egy kicsit szétterül, jobban átláthatók a szövetek, és onnan a mammográfia eszköz az tulajdonképpen egy komputervezérelt röntgenberendezés, kicsit hasonló a
CT-hez, vagy a normál röntgenhez. Itt annyi, hogy a digitális technikának hála, most nem menjünk bele annyira részletekbe, de a komputer kiértékeli ezeket a röntgen felvételeket, és abból látható, hogyha van-e valamilyen elváltozás. Az ultrahangon ezt az típusú elváltozást nem látnánk egyből. Az ultrahang már arra való, hogy ha és amennyiben az látszik ezen a röntgen felvételen, hogy valami van, de maga a képalkotó eljárásnak a jellegéből fakadóan onnan már pontosan nem mondható meg sok esetben, csak az látszik, hogy valami elváltozás van, akkor az ultrahang segít abban szétszálazni ezt az információt, hogy vajon ez az elváltozás mi lehet. De magához az elváltozás az első lépésben mammográfra van szükség, tehát pusztán ultrahanggal nem tudnánk csinálni, mert mondom, hogyha lehetne, akkor mindenki ezt csinálná. És akkor utána még előfordulhat, hogy az ultrahangon se látszik, vagy az látszik, hogy esetleg rossz indulat, akkor kerülhet sor biopsziára. A biopszia ugye egy fizikai mintavételi eljárás, nagyon egyszerűen tulajdonképpen egy tűt szúrnak abba a testrészbe, ahonnan mintát szeretnének venni. Nyilván nem kellemes, de ez nem a szűrővizsgálat része. Tehát, hogy ha már így szóba kerül, tehát aki eljön szűrővizsgálatra, aznak nem lesz megszúrva első körben, csak abban az esetben, hogyha esetleg valamilyen pozitív eredménnyel zárul a teszt. Abban az esetben viszont életmentő lehet, hogy kiderüljön, hogy milyen típusú elváltozás van. Tehát akkor javasoljuk mindenkinek, hogy menjen. Nagyon gyakorlott 20-30-40 éve ezt a tevékenységet végző kollégák, illetve kolléganők vannak a szűrőállomáson, mint ahogy eddig is a korábbi, tehát amikor Szentendrén is voltak, törekednek arra, hogy minimális kellemetlenséggel tudják a hölgyek ezt a vizsgálaton átesni. Amikor 45 éves leszek, akkor abban a pillanatban kapok egy behívót, ami azt jelenti, hogy egy időpontot kapok rögtön, vagy egy lehetőséget, hogy időpontot foglaljak. Igen, ez korábban úgy működött, hogy a behívón szerepelt egy konkrét nap időponttal és egy helyszínnel, hogy hova kell, mikor jelentkezni a hölgyeknek. Ez most úgy fog változni, hogy nem konkrét időpont lesz a behívóra írva, hanem egy telefonszám lesz, egy erre létesített telefonközpontot biztosítunk, aki kifejezetten csak és kizárólag a mammográfia szűrésre jelentkezők hívásait fogadja, és egyeztet az érintett hölgyekkel, és úgy tudnak közös megbeszélés alapján időpontot foglalni a mobil szűrőállomásra. Ez egyébként azért nagyon érdekes, mert ugye ahogy eddig volt, az egy komoly beosztásba levő, nagyon elfoglalt embernek akár évekig meghosszabbította azt, hogy nem jutott el szűrővizsgálatra, vagy nem jutott el ahhoz, hogy telefonáljon és egy új időpontot kérjen, stb. Tehát ez nagyon megkönnyíti. Körülbelül milyen hosszú időt vesz igénybe ez a vizsgálat? Alapvetően 45 és 65 év között központilag a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ küldi ki az országos adatbázis alapján az adott területen érintett hölgyeknek a behívót. Tehát ez nem, nincs úgy várólista, mert nem az történik, hogy valaki szeretne elmenni, és nem tud ide, vagy ebben a normál szűrésben, tehát két évente jön, és mikor szerethet valaki eljönni, hogy esetleg aggódik amiatt, mert a családjában volt ilyen korábban, vagy csak egészségtudatosan él, vagy ő azt gondolja, hogy, és ez teljesen természetes reakció, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy foglalkozzunk magunkkal. Ez esetben a házi orvost kell felkeresni, mint ahogy eddig is, országosan, bárhol, mindenhol, és a házi orvos dönthet úgy, mert akár ő is, tehát valami panasszal vagy akkor menni kell, vagy csak azt mondom, hogy oké, én akkor szeretném ezt a szűrést, amire a szakma szabályai szerint azt mondják, hogy 40-45 év fölött, két évente, de ha évente megy valaki, akkor azzal már, mert ez jól szűrhető, ugyanúgy, mint például a vastagbérák, jól szűrhető, tehát nagyon jó a megelőzési arány, akkor amennyiben időben ez, tehát nem kell két naponta szűrni, tehát ha én két évente elmegyek, akkor megtettem már azokat a lépéseket, de ha szeretnék gyakrabban, akkor a házi orvos adhat beutalót,
és a házi orvos tud adni akkor azokban az időpontokban, tehát ez a szűrőkamion most terveink szerint, nem tudom, már beszéltünk a szűrőkamionról, vagy csak el fogunk-e jutni oda, tehát milyen megoldás. 3-4 alkalommal fog megjelenni a járásban, jellemzően Szentendrén, de terveink szerint a járás súlyponti területein, tehát egyrészt Pomász-Budakalász térségében, mert hiszen a járás egyharmada ott lakik, másrészt meg várhatóan Tahitót faluban, vagy valahol a Szentendrei szigeten, mert a maradék, vagy a másik egyharmada pedig Szentendre túl és Budakalász Pomázon túl pedig onnan érkezik. Tehát beutalóval akkor a házi orvos tud egyeztetni időpontot. Amiről beszélünk, ha már kiment a behívó, akkor viszont akkor küldik, tehát ha van behívó, akkor arra van kapacitás. Tehát, hogyha kimegy neked egy behívó, hogy kérem, egyeztessen időpontot, akkor ott nem lesz várakozási idő, tehát abban az időablakban, amikor a kamion ott lesz, attól függ, hogy ment ki ez a behívó, néhány héten, hát mondom, negyed évente jön, legfeljebb 3 hónapon belül, akkor lesz erre lehetőség, ez eddig is így működött. Ugye a mammográfia hölgyeket érint, ugyanígy a nőgyógyászati szakvizsgálattal, az évenkénti rendszeres megelőző nőgyógyászati szakvizsgálattal összefügg ez a mammográfiai vizsgálat? Tehát azért 45 év fölött kell a mammográfiát csinálni, már látom, hogy István ingatja a fejét, valamit rosszat mondok. Nem, abszolút nem. Ilyen értemben nincs összefüggés. Tehát 45 év alatt azért nincsen szükség rá, mert ott a nőgyógyászati szakvizsgálattal egy manuális emlővizsgálat megtörténik. Így van, illetve a szakmai tapasztalat, igen, illetve tehát a szakmai tapasztalatok alapján az emlő emlőben található rosszindulatú elváltozások ekkortól szaporodnak meg, és válik jellemzővé a lakosság körében. Míg egy más típusú nőgyógyászati problémák, akár egy méhnyakrák, az már a korábbi, igen, tehát korábbi időszakban is kialakulhat, és arra korábban is javasolja a szakma a szűréseket. Akkor beszéljünk egy kicsit a szűrőkamionokról. Okay. Mit kell tudni? Tehát én, hogyha mondjuk szégyellős vagyok, ebbe a szűrőkamionban ugyanúgy van egy vetköző, ugyanúgy van egy orvos, ugyanúgy van egy minden, mint egy szakrendelőben? Szerintem azt a legkönnyebb úgy elképzelni, hogy az utóbbi, de biztos mindenki látott már mondjuk konténerből óvodát, vagy konténerből irodát, vagy tehát vannak ezek a konténer épületek, és ugye a kamion belseje is ugyanilyen, tehát onnantól, hogy belépünk, mint ahogy itt vagyunk ebben a stúdióban, lehetnénk akár ebben a kamionban is, mert körülbelül ugyanekkora a mérete, és ugyanígy, ha belépünk, akkor ugyanolyan érzésünk lesz, mint egy rendelőbe, tehát ott is van egy érkező hely, van egy recepció, van egy öltözőfülke, onnantól van egy vizsgálóhely, tehát egy az egyben nem lesz az az érzésünk, hogy ez valami, tehát ez kamion, de nem egy nyitott platós kamion, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy egy pótkocsin, ez egy zárt, nagy, hosszú rendszer, tehát ugyanazt a diszkréciót biztosítja, mint bármilyen szakrendelés esetén. És milyen egyéb vizsgálatok vannak ebben a szűrőkamionban? Itt célzottan és kifejezetten erre van élesítve, hogy a mammográfiai tevékenységet ellássa. Tehát itt minden ahhoz adott. Tehát nem az történik, hogy engem ott mammográfiával vizsgálnak, és 3 másik embernek pedig nézik a fogát, vagy a reflexeit nézik, hanem itt kifejezetten ez a tevékenység van a célkeresztben, és ez történik. Maga a vizsgát nem orvos vizsgál, mint ahogy semmilyen mammográfiánál nem, tehát ketté választható a tevékenység, mert rövid idő alatt nagy tömegű beteget, akár épületben, akár kamion, teljesen mindegy, mert az eszköz nem tudja, hogy ő hol van, az mindenhol úgy történik, hogy szakasszisztens által elvégzi ezt a szűrést, amiről a beszélgetés elején beszéltük, hogy milyen folyamatnál, majd utána a szűrési nap végén, illetve folyamatosan értékeli ki nem is egy, hanem 2 orvos, mert a szakma szabályi szerint 2 orvos független vélemény alapján értékelhető ki, és az így megszülető eredményről tájékoztatják a hölgyeket. Tehát magában itt a kamionban nyilván van, aki érkezteti, van egy hölgy, aki a vizsgálatot végzi. És hogyan kapjuk meg az eredményt, hogyha azt mondjátok, hogy aznap este a 2 orvos elemzi az eredményeket? Itt alapvetően az történik, hogy a szűrések után
két orvos függetlenül egymástól kielemzi az adott vizsgálatot, hogyha negatív eredményre jutnak, akkor fel fog menni az eredmény az EST-be, ahol a lakos elérheti, illetve a házi orvosa is elérheti. Abban az esetben, hogyha pozitív eredményt kap a szűrés, akkor a szolgáltató fel fogja venni a kapcsolatot a pácienssel, hogy mielőbb eszközös vizsgálatra tudjon neki időpontot biztosítani. Ez az eszközös vizsgálat, amit, ahogy az előbb mondtátok, ez az ultrahang már. Tehát akkor tovább kell menni, és ez a beteg út. Tehát hogyha nincs teendőm tovább, akkor az az egyik lehetőség. Ha van teendőm, akkor lépésről lépésre végig vezetnek engem, hogy hogyan jutok el a legmegfelelőbb kezelésekhez, a legmegfelelőbb gyógymódokhoz. Így van. Alapvetően az történik, hogyha a páciens megjelenik a szűrésen, lehet annak egy negatív eredmény, akkor hál' Istennek nincsen semmi gond. Következő egy éven belül, vagy két éven belül adott esetben ismételni kell, remélhetőleg akkor is negatív eredményt fog kapni. Ha valaki a szűrésen pozitív eredményt kap, akkor a szolgáltató felveszi a pácienssel a kapcsolatot, egyeztetnek egy időpontot egy komplexebb vizsgálat érdekében. Ez alatt a vizsgálat alatt azt értjük, hogy nem csak ultrahang vizsgálat történik, mert az egy fontos eleme ennek a valós és helyes diagnózis felállításához erre szükség van. Azonban, ha ott is megerősítést nyer az a tény, hogy itt valamilyen rossz indulatú elváltozásról beszélnek, akkor szükséges további fizikai beavatkozás, ilyen a már említett biopszia, amikor mintát vesznek az adott területről. És itt az a nagy előnye ennek a betegút rendszernek, kiépített rendszernek, hogy a páciens, ha a szűrésről bekerül már az eszközös vizsgálatra, akkor nem kell több kört futnia, hanem ott helyben mindent el tudnak neki végezni. És ezután, hogyha negatív az eredmény, akkor a nagy ijegységen kívül szerencsére nem marad semmi teendő. Ha pozitív az eredmény, akkor viszont a szolgáltatónak van kifejezett onkotíme, emlősebészeti radiológusokból összeálló csapata, akik egyeztetnek, és a lehető leggyorsabban kialakítják a műtéthez szükséges feltételeket, és megműtik a pácienst a mielőbbi gyógyulása érdekében. Létezik-e az, hogy továbbra is szabad orvosválasztásom van? Tehát én még attól elmehetek egy másik onkotímhez, tehát mindent választhatok, vagy innentől, hogy ennek a cégnek a betege vagyok, kötelességem végigmenni az ő beteg útjukon. Köszönöm a kérdést, ezt nemrégiben egyeztettük, természetesen van választás. Tehát a MAMMA egészségügyi ZRT-nek kialakított betegútja mindenki számára elérhető, aki ebbe belekényszerül, ilyen-olyan oknál fogva. És azt a szakmaiságot, amiket ők képviselnek, azt minden fronton csak támogatni tudjuk, és biztatjuk a pácienseket, hogy éljenek vele, hiszen itt a gyógyulás után is fogva marad a kezük a kontrollvizsgálatokig, és az elkövetkezendő években is. Természetesen a szabad orvos választás az itt is él, hogyha ő kijön az eredmény, hogy mi, és illetve a következő teendők, akkor a páciens választhat. Tehát ő elmehet és kereshet magának más úton, módon, orvos, sebészt, bármit, amit szeret. És ez nem csak az a konkrét vizsga, tehát ez minden egyéb közfinanszírozott ellátási formánál így van, hogy szabadon lehet megválasztani azt, hogy hol szeretnénk. Ez egy lehetőség, tehát meg itt elhangzott az, hogy talán ez a cég, vagy nem tudom milyen szó, tehát ez egy ugyanolyan közfinanszírozott szolgáltató, mint amilyennek például mi is vagyunk, tehát a tulajdonosi formától függetlenül. Tehát semmilyen, mintha bármilyen állami fenntartású intézbe menjének a páciensek, ugyanúgy a NEAK finanszírozza őket is, tehát lehet menni. Inkább én azt emelném ki, hogy azt sem mondom, hogy félig tere a pohár, mert teljesen tele van, de aki nem ezt a fajta ebből a pohárból szeretne, tud másikból, hogy van, mert idáig ugye sok esetben egy új intézmény felé kellett, volt beutaló hozzád, ott újra visszapattant a beteghez a labda, mert a betegnek kellett újra időpontot egyeztetni, oda elmenni, ott nem ismer senkit, oda menj. Szakmailag nagyon jó ellátás, minden rendben volt, nincs ezzel probléma, csak az, hogy itt van egy kész menü,
Tehát arra, hogy az, aki nem mozog ebben otthonosan, és miért mozognánk, az ebben a rendszerben, tehát segítséget kap, és azért is fontos a betegútmenedzsment, mert itt viszont, hogyha valamilyen pozitív vizsgálati eredmény van, akkor itt az időszerepe rendkívül fontos, akár hetek is, tehát egy-két hét is számíthat abban, hogy minél hamarabb egy onkotím elé jusson az ember, abszolút, hogyha arról igen. van szó. És ugye ez az onkotím, hát ez meg szóba került, tehát hogy ez a nevük. Tehát itt alapvetően a mammográfia vizsgálat a mell rossz indulatú daganatos megbetegedését célozza, illetve annak a gyógyulását segíti elő. A daganattal az onkológus foglalkozik, mint ahogy a, nem tudom, az elvágott ujjal a sebész. Tehát, hogy azért hívják onkotímnek, mert az onkológus sokból álló csapat foglalkozik ezzel. Nem szabad ettől félni, illetve nyilván könnyen beszél az ember, ha így nincs, de én azt gondolom, hogyha már benne vagyunk a gödörbe, akkor abból már kifele kell jönnünk. Tehát, hogy akkor, ha valami van, akkor nem megijedni kell, hanem szembenézni azzal, és igenis mindenki arra tesz fel minden, hogy pozitív változással és a szűréssel is megfelelően nagyon jó eredmények érhetőek el, tehát, hogy ne dugjuk homokba a fejünket, nagyon szépen kérek mindenkit, hanem menjen és hagyja, hogy gyógyítsák, hogyha tudják gyógyítani. Beszéljünk még egy kicsit a rendelésekről, a SZEI-nek az új dolgairól, meghosszabbodott rendelésről. Nagy örömmel mondhatom azt, mert amikor még az év elején voltunk szintén itt a tévében beszélgetni, akkor még nem látszott minden, tehát alapvetően a tavalyi évről tudtunk, illetve arról, hogy nem jobb, nem rosszabb, megyünk előre, csináljuk, de szerencsére úgy néz ki, hogy az ágazatvezetés elismerte azokat a több éves törekvésünket, tehát hogy mi folyamatosan igyekszünk nem a kötelezőt adni, hanem minden erőnkkel annyi beteget is úgy ellátni, amennyi csak a rendelői kapacitás lehetővé teszi. Ezáltal rendszeresen a megadott finanszírozási keretünknek 120-130%-án teljesítünk, és ennek következtében jutottunk el oda, hogy mi már 4 éven belül harmadszor kapunk keretbővítésre lehetőséget, nagyon egyszerűen lefordítva több pénzt kapunk egy hónapban arra, hogy a járásbetegeit ellássuk, és ezt természetesen azonnal visszaforgatjuk a betegellátásba, és akkor itt a kérdésre válaszolva, tehát vannak bővülő rendeléseink, fülorgégészeti rendelésem most már csütörtök délután is elérhető, dr. Süveges Kinga, kérem mindenkinek, akinek ilyen panasza van, hogy forduljon hozzá bizalommal és keresse bátran. Megdupláztuk az érsebészeti kapacitásunkat, Gellér doktor úr most már 2-szer annyit rendel, mert itt is érzékeltük, és még a mammográfiához kapcsolódóan 50%-kal megemelkedik május 1-től terveink szerint az ultrahang kapacitásunk, mert azáltal, hogy és egy picit visszakanyarodva, hogy ezzel az új típusú mammográfia ellátással egyszerre jutunk el nem csak a Szentendrei, hanem a járás minden, ha nem is minden településére, de súlyponti településére lehetőségünk volt arra, hogy a felszabaduló helyen fizikailag valami olyan új ellátást hozzunk létre, amire szintén az elmúlt években a megnövekedett kereslet okán nagy igény volt, csak eddig egyszerűen fizikailag nem tudtunk már még egy rendelést hova tenni, és ezért most egy új ultrahangberendezéssel, ahogy mondtam, első körben 50%-kal meg fog növekedni az ultrahangkapacitásunk. Ezek a valóban a bővülő rendelések, a több, és amiről szó volt a meghosszabbított rendelési idő, az most egy úgynevezett pilot, tehát egy kísérleti program keretében kipróbáltuk azt, hogy mint korábban a szűrések éjszakáját, most egy meghosszabbított, úgynevezett egy ráadást tartottunk múlt hét pénteken, ahol azok 10 szakmában lehetett hozzánk jönni,
az amúgy szokásos este 7 órai zárást követően még 5 órán keresztül, este 11 óráig, tehát majdnem egy teljes rendelési idő, mert ugye egy rendelés tart 7-től 1-ig, vagy 1-től délután 7-ig. Tehát egy teljes rendelési időben 10 szakmában, és azokban a szakmákban, ahol a kimutatások alapján a leginkább, tehát nem mondom, hogy hosszúak, mert országos összehasonlításban az átlag alatti hosszúságú várólistáink vannak, tehát hogy jól, azt gondolom, hogy jól reagálunk, de a beteget az nem nyugtatja meg, hogyha neki csak 2 hetet kell várni, miközben nem tudom, Nyíregyházán 3-at neki adtal, az még 2 hét. Tehát azoknál, ahol a leginkább megugrott a kereslet, ebben a 10 szakmában, tehát a bőrgyógyászattól kezdve nőgyógyászaton át tüdőgyógyász, szűrés, ultrahang lehetett előzetes időpont alapján eljönni hozzánk. Ez fontos hangsúlyozni, tehát hogy ezek tervezett ellátások voltak. Tele volt? Hát, sőt. Igen. Azért nem volt még telébb, mert mondom, hogy előzetesen, tehát időpontot egyeztetésre lehetett, tehát nem utcáról, de igen. Istvánnak által. Egyeztettünk a szakorvosokkal, megbeszéltük az ellátási időket, és ezek alapján most történnek az adatoknak a kiértékelése, de nagyságrendileg 150 páciens tudtunk ellátni. És ha jól tudom, akkor senki nem mondta le, ami egy nagyon örvendetes hír. Ha tapasztalatokat kielemezzük, és azt látjuk, hogy időről időre újra kínálnánk ilyen rendelést, és itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy ez most egy egyszeri alkalom volt, tehát ne jöjjön péntek 11 órára, de ha mint látjuk ennek a rendszerét, hogy körülbelül milyen időnként szeretnénk ezt újra csinálni, akkor nyilván fogjuk mind a lakosság, mind a házi orvosok figyelmét felhívni, hogy figyeljék, mert majd lesz arra is lehetőség, hogy ilyen időpontokban igénybe venni rendelést, ami azt látjuk, hogy nagy segítség, főleg mondjuk az aktív korosztálynak, aki reggel már dolgozik, délután 7-kor még mindig a mókuskerékben van, mert akár a munkahelyén, akár a családot, gyereket viszi a 110. külön órára, és egyszerűen nem ér oda 7 óráig, és ez egy óriási segítség, hogy van egy olyan idősáv, amikor ők is el tudnak jönni. Illetve a lakos, tehát minden egyes időpont adás után felhívjuk a figyelmet arra, hogy fog emlékeztető e-mailt kapni, tessenek eljönni az időpontjukra, ha nem, akkor ezt megtehetik, hogy lemondják online nagyon egyszerű módon. Itt valószínűleg azért is volt ilyen sikeres, illetve azért is jelent meg mindenki, mert kaptak időpontot 22 óra 30 percre, garantáltan visszakérdezett mindenki, hogy jól érti az időpontot, igen, és így valószínűleg jobban be is épült, illetve hálásak is voltak neki, hogy munkaidőn túl tudtak jönni. Hogy álltok munkaerővel? Kiket vártok még? Vannak-e most álláshirdetések? Vannak, igen, abszolút. Több álláshirdetésünk is fut. Amit Péter említett, már TVK bővítésnek köszönhetően igyekszünk mindenféle ellátásunkkal előrefelé menni. Szeretnénk minél több ellátásunkat kicsit kibővíteni, de ehhez természetesen szükségesek a munkaerő, a HR, és a honlapunkon minden egyes álláshirdetés fellelhető. Most kiemelten urológus szakorvost keresünk, radiológus orvos, szonográfus kollégát, bőrgyógyászt. Most bővült az ellátás, tehát a keret, tehát ezt a bővülést kell lefednünk. Alapvetően soha nem volt ennyi orvosi óraszámunk betöltve még a rendelő történetében, mint most. Tehát abszolút a bővítés felé irányulunk, és azt szeretnénk, hogy minél jobban, minél szélesebb körbe tudjunk a lakosoknak ellátást nyújtani. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok hasznos információval gazdagodtunk, és további sok sikereket kívánok. És nagyon szépen köszönjük a meghívást, meg hogy ezáltal is eljuthattunk a lakossághoz. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.